Középpont. Aktuális közéleti és hitéleti hírek Magyarországról és a nagyvilágról. Elemzések, vélemények, valóságértelmezés. Középpont. A mindennapokról szólunk, nem mindennapi módon. Hétfőtől péntekig, 10-től délig itt a Hit Rádióban. Középpont. Iránytű a pólusok között. Nagy szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót Császár Enikő a szerkesztő nevében is, és ahogy ígértük már 10 óra előtt, most 11 órától arról fogunk beszélgetni, mi is történik Afganisztánban. Aki tegnap hallotta már itt a Hit Rádióban a Gyújtópontot, ott is készültek interjúk a témában, de ma is folytatjuk, hiszen napról napra változik, illetve még nagyon aktuális és forró a helyzet. Nagyon köszöntöm itt a vonalban Csutak Zsoltot, Amerikai Kutatóintézet kutatóját. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat. És akkor hogy legyen az első kérdésem az, hogy ugye valóban napról napra változik a helyzet, és hát Amerika szempontjából kérdezném elsősorban, hogy az amerikai közvéleményben mi a vélemény, hogyan csapódott le ez az egész kialakult helyzet, hogy kivonultak az amerikai katonák, és a tálibok viszont úgy tűnik, hogy nagyon gyorsan és meglepetésszerűen kapták meg a hatalmat. Igen, az amerikai közvéleményben nagyon vegyes, de többnyire negatív és felháborodott indulatokat váltott ki a szedetvedett amerikai kivonulás, mondhatni sokak szerint menekülés, főleg a szörnyű drámai képsorokat nézve, amik a Kabuli reptéren történtek vasárnap. Nagyon sokan, főleg a republikánus konzervatív politikai körökben követelik az amerikai védelmi miniszter lemondását, ugye Lloyd Austinnak, illetve az Egyesített Vezérkari Főnökségnek, elnökének, Mark Miley tábornoknak a lemondását, amiért nem volt egy normálisan kidolgozott exit stratégiája az amerikai haderőnek. Több milliárd dollárnyi hadi felszerelést hagytak ott, mert nem volt kapacitásuk, hogy elszállítsák. Természetesen a tálibok, nem a Black Hawk harci helikopterek az első kedvenc fegyverük, hanem a Kalasnyikov, de valószínűleg az ócskavasként végzik, vagy eladják őket, de hát akkor is ez óriási presztízsvesztesége az amerikai haderő számára. Ugyanakkor Biden elnök és főleg a demokraták örülnek, hogy végre véget ért a végtelen háború 20 év után, és valamilyen módon, de sikerült pontot tenni ennek a szörnyű történetnek a végére. Mit lehet tudni az okokról, miért volt fontos ez a szinte menekülésszerű kivonulás, ahogy ön is említette? Nem lehetett volna ezt egy kicsit lassabban, vagy ütemesebben megoldani, úgy gondol? Hát abszolút, hát erre azért felkészültek, mert ugye még Trump elnök a tálibokkal először a titkos, majd egyre nyilvánosabb a katari dohai megállapodás szerint, ugye idén májusra kellett volna amúgy kivonulniuk, de ezt aztán Biden elnök szeptember 11 végső határidőig módosította, tehát lett volna idő ezt normálisabban is elintézni. Hát igen, itt vetik fel a probléma a Pentagonnak a felelősségét, meg a hadvezetésnek a stratégiai vagy logisztikai probléma megoldó képességét, és itt komoly hibák történtek. De hát, ahogy mondani szokták az elemzők, Afganisztánban semmi sem úgy működik, ahogy a Washingtonban vagy a Nyugat-Európában elképzelik, az íróasztal mögött eltervezik, tehát ott teljesen más viszonyok vannak, és sajnálatosan senki nem gondolta, illetve az elemzők nem készítettek olyan háttértanulmányokat, hogy a 300 ezeres afgán haderő az mondhatni 5 nap alatt jó részt dezertál, vagy átáll a tálibok oldalára. Tehát ez nagy-nagy pofon a nyugati szövetségeseknek és az Egyesült Államoknak. Én azt mondom itt társadalom tudósként, hogy nem készítettek beható vallási, mondhatni néprajzi, vagy szociálpszichológiai, kulturális felderítő tanulmányokat, amelyek ezek előrejelezhették volna, hogy az afgán lakosság, az afgán népi hadsereg tagjai, azok inkább egy moderált, tálibbarát attitűddel rendelkeznek, és mint egy nyugatias szemléletmóta. Ez úgy látszik, ez nem jött át a 20 év során sem az Egyesült Államok és a szövetségeseik döntéshozói felé.
Még hogyha egy kicsit az Amerikában lévő visszhangokat fejtegetjük, ugye Mike Pence úgy nyilatkozott, hogy ez meggyalázza azoknak a hősöknek az emlékét, maga a kialakult helyzet, akik a vérüket adták azért, hogy Afganisztánban helyt álljanak. Mennyire ez a narratíva, mennyire állja meg a helyét a társadalom, mennyire úgymond háborodott föl ezen, mert valóban visszatekintve, hogyha ugyanarra a szintre süllyed vissza Afganisztán, amiben a 90-es években volt, akkor föltehetik a kérdést, hogy akkor hiába való volt ez a 20 év. Így van, ez abszolút jogos kérdés, ezt főleg a veterán szervezetek képviselői ugye követelték a döntéshozóknak a lemondását, megszólalt Trump elnök is, aki Biden elnöknek a lemondását követelte, ugyanakkor Trump elnök is a kivonulás híve volt természetesen, nem a szörnyű összeomlási és a dél-vietnámi helyzethez hasonlítható, vagy sokkal szerint Saigon 2 effektus megismétlődik. Igen, hát egyértelmű, hogy a veteránoknak ilyen szempontból igazuk van, de az Amerikai Egyesült Államok nem azért ment be, vagy vonult be Afganisztánba, ezt azért ki kell jelenteni, hogy nyugati típusú demokráciát építsen ott, mint hogy sokan ezt tévképzettel gondolták, hanem hogy kézzel kerítse, úgymond a Osama Bin Laden és támogatóit, meg a tálib rendszert megdöntse, ez sikerült is, de benne ragadtak ebbe a szörnyű afganisztáni mocsárba, és nem szerették volna, hogy tényleg oda kerüljenek vissza, ami látszólag most történik. De valószínűleg ez a tálib rendszer már nem az a tálib, ahogy 94 és 96 környékén ugye hatalomra jutott 2001-ig, hanem ők is azért valószínűleg megváltoztak, mint ahogy mondják és győzködik a világ közvéleményét. Hát majd kiderül egy pár hét múlva, hogy valóban megváltoztak, és valóban komolyan gondolják ki azokat a nyilatkozatokat, amelyeket tettek a napokban. És ilyen szempontból majd kiderül, hogy a veteránoknak a jogos kritikája az valóban jogos, minden esetre 1000 milliárd dollárt elköltött az Egyesült Államok, körülbelül 3000 katonája odaveszett, 7000 nyugati szövetséges katona halt hősi halált, 30 000 körüli az öngyilkosok száma, erről nem sokat beszélnek, akik a veteránok között ugye a posztraumás stressz után, hazatértük után önkezükkel vetettek véget az életüknek. 25 000 örök életben lenyomorodtak, rokkantá váltak, tehát szörnyű statisztika van az afganisztáni beavatkozásról. Nem beszélve az afgán áldozatokról, ami 200-250 000-re tehetünk. Mit gondol arról a felvetésről, hogy a Kisbenedek József, a Nemzeti Közszolgálat Egyetem címzetes egyetemi tanára nyilatkozott az Inforádiónak, és ott azt mondta, hogy ha nem is nyilvánosan, de a dohai tárgyalások során létrejöhetett valamiféle megegyezés, amelynek értelmében a kormányerők különösebb ellenállás nélkül adták át a hatalmat és a kabuli fővárost a táliboknak. Ennek van realitása? Ön mit gondol? Nem tudom, nem ismerem a dohai megállapodásnak, szerintem senki nem ismeri a titkos háttéranyagait. Az viszont ugye az oroszok mondják, meg a helyszíni beszámolók szerint, hogy az afgán elnök köre, és főleg az afgán nemzetbiztonsági tanács szinte teljes vezetősége az átmentette hatalmát, vagyonát és az életét, átállt a tálibok oldalára, kivéve az alelnököt, aki visszavonult egy Peshawar völgybe, ami ott észak-keletre van a Kabultól, és azt mondta, hogy soha nem fogja elismerni a tálib rendszert, akárcsak sok magasrangú katonai vezető köztük a Dostum tábornok is, de a haderőnek jelentős része és a hadvezetés nagy része valóban átállt. Tehát sokan mondják, hogy egy puccs volt, de hát ezekről még nincs hiteles információnk, az az igazság. A dohai megállapodásban ez biztos nem szerepel. Világos. De ugye azt már lehetett hallani, hogy az amerikaiak is tárgyaltak a tálibokkal, illetve úgy tűnik, hogy valamilyen szinten csak elő lehetett készítve ez a mostani helyzet, hiszen a tálibok is felvették már a kapcsolatot a körülöttük lévő szomszédos országokkal. Igen, ez az új tálib rendszer, ha bár a vezetője Baradár Molla
az a második alapítója vagy vezetője a régi tálib rendszernek, tehát a 90-es évekből. Úgy tűnik azért a diplomáciába is kezdenek beletanulni, és természetesen a nyugatiaknak a rivális nagyhatalmaival, tehát Oroszországgal és Kínával mondhatni szívélyes kapcsolatban vannak, ha bár a Szergej Lavrov orosz külügyminiszter azt mondta, hogy még egyáltalán nem sietik el az elismerést, de szerintem ez egy hónapon belül akár meg fog történni, tehát hogy a tálib rendszert, amennyiben konszolidálja a hatalmát, akkor Irán, Pakisztán, Oroszország és Kína elismeri, és ezzel már be is vették a hiteles jogos országok klubjába a tálibokat. Majd kiderül. Mindenesetre a Kabulov orosz megbízott, illetve a nagykövet Afganisztánban azt mondta, hogy már az elmúlt napokban is nagyobb a rend, mint Ashraf Ghani lemondott afgán elnök idején Kabulban, azért ez sokat elárul a tálib-orosz kapcsolatokra. Visszatérve egy picit még Amerikára, ugye Trump elnök lemondásra szólította fel Bident emiatt a fiaskó miatt. Mit gondol Trump elnöknek a szavai, mennyire érintik meg úgymond az amerikai társadalmat, közvéleményt, mennyire kellemes szereplő akár a közvéleményben, hogy áll most ő az ő státusza? Az ő státusa az változatlan, tehát a baloldali liberális demokrata párti szavazók és politikai elit részére ő továbbra is egy persona non grata-nak számít, sajnálatos módon, mert azért annyira nem szörnyű figura. Ugyanakkor a republikánusok körében teljességgel hiteles és nagyon népszerű, még mindig. Az nagyon-nagyon visszás helyzet, és sokat elárul az amerikai demokrácia jelenlegi állapotáról. Azt meg kell említeni, hogy a táliboknak és a tálib szóvivőnek Twitter fiókja üzemel, sőt az egész átmenetet és az országfoglalást élőben közvetítette a Twitteren, miközben a volt amerikai elnök Twitter fiókját továbbra is blokkolja a Big Tech, tehát ez érdekes kérdéseket vethet fel az Egyesült Államokban. Nem hiszem, hogy Biden elnök sokat figyelne a Trump elnöknek a felszólítására, tehát valószínűleg nem fogja követni az ő felszólalásait, vagy lemondása való felszólítását. A védelmi miniszter, vagy a Miley tábornok ugye valószínűleg nem jósolnék nekik túl hosszú karriert a továbbiakban. Ugye Trump azt is mondta, hogy ha ő lenne Amerika első embere, ez nem történhetett volna meg. Lehet tudni valamit arról, hogy tényleg Trumpnak milyen tervei voltak Afganisztánnal kapcsolatban, és ő milyen terveket készített, úgymond milyen forgatókönyvet készített az országgal kapcsolatban? Hogyan vonná ki a katonákat? Hát igen, erről megint nehéz nyilatkozni. Valószínűleg, hogy kicsit rendezettebben vonultak volna ki, de neki is teljessége. Mondhatni, ez az ő terve volt, tehát az afganisztáni háborúnak a befejezése az abszolút Trump elnöknek az egyik külpolitikai prioritása volt a végeláthatatlan háborúnak és az afgán fekete lyuknak a befoltozása és befejezése. Itt ez mondjuk a Pentagonnak a felelőssége, meg az hadvezetésnek, tehát hogy nem volt egy megfelelő logisztikai háttere a világ a vezető katonai hatalmának, nem volt elég szállítógépe, hogy meg ahogy a Bagrami légibázist ott hagyták, tehát nem is szóltak a helyi erőknek, a villanyt lekapcsolták, tehát valószínűleg ez lehetett volna sokkal jobban hatékonyabban is megoldani. Ilyen szempontból komoly kérdésekre kerülhet sor majd a Pentagonban, de ez nem politikai kérdés, hanem a hadvezetésnek a problémája elsősorban. Tehát nem hiszem, hogy másképp tette volna a Trump elnök, ő is szerette volna ezt a háborút befejezni, tehát nem csoda, hogy a dohai megállapodásokat is ő kezdeményezte, amúgy pont emiatt mondott le, hogy a nemzetbiztonsági tanácsadója John Bolton is, hogy a tálibokkal egyezkedtek, illetve ilyen hamar és gyorsan próbálták véget vetni ennek a szörnyű háborúnak.
Biden elnök ugye az egész felelősséget jóformán rátolta az afgánokra a beszédében, mikor több nap után megszólalt. Nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban például az amerikai társadalomnak mi a véleménye, vagy milyen hírek jelennek meg, mennyire értenek ezzel egyet. Illetve a kérdés még az, hogy ugye Európa szempontjából azért érdekes, vagy fontos az afgán kérdés, mert ha onnan elkezdenek menekülni az emberek, akkor valószínűleg Európában fognak kikötni. Nyilván vannak ott, tudom, szomszéd államok is, ahol szintén vannak menekültek, de azért Európa felé is jönnek bőven. Európa nem tudott volna valamilyen módon Amerikára hatni, hogy akkor ezt egy picit másképpen csinálják, másképpen tervezzék? Hát igen, a diplomácia háttéralkuk világát ismerve egyáltalán nem, mert Európa nincs abban a helyzetben, hogy ilyen mélységben hathasson az Egyesült Államokra, hiszen az amerikaiak egyrészt elfelejtettek szólni a dohai titkos tárgyalásokról a szövetségeseiknek, a NATO szövetségeseiknek, tehát semmiféleképp, főleg az Európai Uniónak a ülés biztonságpolitikai főtanácsadója semmilyen szerepet nem kapott ebben az afgán krízisben. Nem hiszem, hogy az európaiak hát panaszkodhatnak, vagy benyújthatják a számlát, de az amerikaiak most egy mással vannak elfoglalva. Nem az a súlycsoport a két tárgyalófél, az Európai Unió és az Egyesült Államok ebben a kérdésben. A biztonsági, meg a menekültügyi kérdés, hát míg eljutnak Európába az afgán menekültek, az akár egy-két hét is lehet, de például a törökök az iráni határon már elkezdték a 300 kilométer hosszú gyors betonfal építését, meg a környező államok, tehát amúgy is már milliószámra fogadtak be afgán menekülteket, gondoljunk csak Iránra, vagy Pakisztánra és akár Üzbégisztánra is, majd kiderül, hogy hány afgán próbál elmenekülni, de hogyha a tálib rendszer, mondhatni, vidéki Afganisztánban ennyire népszerű, és konszolidálják hatalmukat, és nem lesznek annyira szörnyen fundamentalista, extrémista, iszlamista, vagy haridzsita, ahogy az iszlám állam volt, tehát ez a szélsőséges fundamentalista kis szekta eszmeiségű, akkor valószínűleg, hogy nem indul el egy exódus Európa irányába. Akkor azt el lehet mondani, hogy végső soron Joe Biden nagyobb presztízsveszteség nélkül meg fogja úgymond úszni ezt a helyzetet, tehát Amerikában nem lesz ennek különösebb következménye, és most, ha nagy is a felháborodás, azért ez le fog csillapodni, el fog ülni, és az amerikai társadalom el fogja fogadni, hiszen igazából őket konkrétan akkor ezek szerint nem is érinti sem a menekült válság, maximum a veteránok háborodhatnak fel, hogy nem ezért adták oda a testi épségüket. Pontosan, tehát egy rövid távon egy néhány százalék pontos népszerűségzuhanás várható Biden elnök szempontjából, tehát most is, hogy 50% körül van az elfogadottsága, de hosszú távon, és főleg a tegnap előtti beszéde, az nagyon észszerűnek tűnt, szomorú és észszerű értékelést adott erről a helyzetről, amit szerintem az amerikai többsége elfogad, hogy miért öntsenek 1000 milliárd dollárt, és miért tolják még tovább ezt az értelmetlen háborút, meg amerikai családokat tegyenek tönkre, meg katonákat áldozzanak fel a semmiért, tehát ezt előbb-utóbb be kellett fejezni. Hát ez nem jelent majd számára nagy arcvesztést, vagy népszerűség zuhanást, az biztos. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, Csutak Zsolt, az Amerika Kutatóintézet kutatója volt a vendégünk. Köszönöm szépen neki is. És az, hogy mi lesz az afgán néppel, és hogy kik is a tálibok, arról pedig a következő beszélgetésben fogunk majd szót ejteni Georg Spötlével, biztonságpolitikai szakértővel. Maradjatok velünk.